Köszöntöm a Banyádi Napló nézőit, Kotni Gábor vagyok, és mutatom röviden, mit kínálunk a mai magazinban. Jövőre sem emelkednek a temetői árak, döntött az önkormányzat. Folytatódott a Banyádi faültetési program. Nagy csatákat hozott az utánpótlás korúak úszóversenye. Bemutatjuk a banyhádi kettlebellesek büszkeségét. Bonyhád város önkormányzati testülete legutóbbi ülésén meghallgatta azt a beszámolót, mely a város környezeti állapotának helyzetét elemezte. A dolgozat legfontosabb megállapítása az, hogy az elmúlt évekhez képest nem romlott e tekintetben a helyzet. A képviselők arról is döntést hoztak, hogy az idei esztendőben nem emelkednek a temetői szolgáltatások díjtételei. A települési önkormányzatok a környezetvédelme érdekében az illetékességi területüken elemzik, értékelik a környezet állapotát, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatják a lakosságot. A környezeti elemek állapota, különösen a levegőtisztaság, a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége közvetlen hatással vannak az életminőségre. A környezeti elemek állapotának figyelemmel kísérése, valamint a tájékoztató elsődleges célja az emberi egészség és az élővilág védelme, az arra veszélyt jelentő folyamatok megelőzése. Bonyhád város képviselőtestülete soros ülésén tárgyalta a város környezeti állapotáról szóló előterjesztést. A képviselőtestületnek az is kötelezettsége, hogy minden évben értékelje az illetékességi területén a környezet állapotát. Levegőminőség, talaj, hulladékgazdálkodás, vízminőség, mindaz a terület, amely ide tartozik. Ezt minden évben meg is teszi a képviselőtestület. A szolgáltatók adnak számunkra adatokat, és az alapján értékeljük a környezeti állapotot, és ezt a lakosság számára közzé is tesszük, tehát tájékoztatjuk a lakosságot erről. Az elsődleges cél az életminőségnek a megőrzése, javítása, és hogy olyan állapotban maradjon a környezeti állapot, amely még számunkra is követhető, és hát az egészséges életfeltételeket biztosítja a lakosság számára. A település környezeti állapota a korábbi évekhez képest jelentős mértékben nem változott. A klímaváltozás hatásai azonban érzékelhetőek Bonyhádon is. Június a 3. július pedig rekordmeleg volt 1901 óta. A forró napok száma országos szinten is Bonyhád viszonylatában is jelentősen megemelkedett. A csapadék viszonyokat tekintve az éves csapadék összeg országos átlagban a szokásos mennyiségtől közel 20%-kal maradt el, kevésen 500 mm felett alakult. Így ez az év szárazabbnak tekinthető a többinél. Ugyanez a tendencia jellemzi Bonyhádot is. A felszíni vizek minősége jónak mondható, a talaj és a növényvédelem szempontjából végzett hatósági ellenőrzések során hibát nem tártak fel. Nem romlott a környezeti állapot, bizonyos tekintetben talán még javult is. Úgyhogy nincs ok aggodalomra Bonyhád lakosságának. Folyamatos fejlesztések történtek, mind az ivóvíz hálózaton, mint pedig a szennyvíz hálózat tekintetében, tehát az önkormányzat biztosította azokat a forrásokat, amelyek szükségesek voltak ehhez. A lakosság környezet tudatossága sokat javult az elmúlt időszakban, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy mind a hulladékgazdálkodás területén, mind pedig a levegőminőség vonatkozásában javul a tendencia. A képviselőtestület ellenszavazat nélkül határozott abban a kérdésben, hogy idén sem emeli a temetői szolgáltatások díjait. Ez a díjszabás 2016 óta van érvényben, tehát a sírhelyekre, urnahelyekre vonatkozó, illetve a ravatalozó használatra, illetve az egyéb temetői díjszabásokra vonatkozó tételek akkor kerültek meghatározásra, és azóta ezek gyakorlatilag változatlan formában megmaradtak. A képviselőtestületnek évente felül kell vizsgálni a temetőkre vonatkozó díjszabást, és a pénzügyi bizottság, illetve a polgármester asszony javaslatára a díjak ebben az évben nem változnak, és a jövő évben sem. Mindenki egyetértett abban, hogy ez most nem az a helyzet, hogy ezek a díjak meg kell, hogy emelkedjenek. Több helyszínen is folytatódott az évek óta tartó program, melynek célja, hogy javítsa Bonyhád város levegőjének tisztaságát. Ezúttal azonban nem csak a környezetvédelmi szempontok kerültek előtérbe. A fái lakótelep lakói gyermekeik tiszteletére kezdtek el ültetési programban. A rossz idő ellenére számos csemetének jutott facsemete. Cseh Dániel.
Emléklap és kis szalag is járt az ültetendő facsemete mellé minden családnak a fái lakótelepen. A vártnál többen jöttek el a rossz idő ellenére is, hogy kettős célt teljesítsenek. Egyrészt a jövő környezetének védelméért tegyenek, másrészt emléket ültessenek egy-egy fával saját gyermekük születésének. A családok egyöntetű véleménye szerint minden elültetett fa erősíti a kötődést a városhoz. Nagyon örültünk neki, nagyon tetszik az ötlet, nagyon jó indítatás. Én úgy tudom, hogy ez nem a legelső ilyen év, hogy ültetnek ilyen fákat, de örülök neki, hogy meg tudom neki mutatni, hogy van egy ilyen fája, hogy amikor kicsit nagyobb lesz, és már tudja, hogy mi ez, meg miről szól ez, akkor biztos, hogy többször el fogunk jönni ide, és meg fogom mutatni neki, hogy ez a fa, ez neki lett ültetve, és ahogy a fa nő, úgy nő is, úgyhogy ez nagyon jó ötlet. Azt gondoljuk, hogy azért fontos a gyermekek számára a faültetés, mert Bonyhádon szeretnénk, hogyha ő is itt nőne fel, és hogyha, hát igazából ez egy emlék lesz számára. Hogyha felnő, akkor akárha szeretne, akkor el tud majd ide sétálni, és egy örök emlék lesz neki az, hogy gyermekkorában ültettünk egy életfát neki. És szeretnénk úgy nevelni, hogy Bonyhád örökre a szívében egy olyan település legyen, hogy ő ide született, itt nőtt fel, és szívesen jöjjön vissza, bárhova viszi is a sorsőt. Az akció szervezésében Bonyhád város önkormányzata mellett a Kolónia Alapítvány is kivette a részét. Az együttműködés eredménye, hogy 12 esztendeje folyik a város fásítási programja. Tesszük ezt azért, mert nagyon fontosak számunkra a családok. Ugye az újszülött gyerekek szülei kapnak egy olyan lehetőséget, hogyha igénylik, és van rá lehetőségük, akkor egy fával tudják a gyermekük növekedését és felcsöperedését is szimbolizálni. Az idén 62 ilyen szülő jelentkezett az önkormányzatnál. Fontosnak érezzük azt, hogy ezek a faültetések megvalósuljanak, mert gyakorlatilag ezzel a gyerekek még jobban kötődnek a városukhoz, és tudja mindenki, hogy ki melyik fával rendelkezik, melyik fát birtokolja, és látja, hogy hogyan nő a fa, ezáltal őt is szimbolizálja az ő növekedését. Fontosnak tartjuk azt, hogy a szülők a faültetések után is visszajárjanak a fákhoz, piknikezzenek alatta esetleg, és tudatosítják a gyerekekkel azt, hogy ez az övéké, és hogy ez az ő születésüket jelképezi. De nem csak a fái lakótelep gazdagodott számos facsemetével ezen a délelőttön. Nem messze az előző helyszíntől gyerekzsivaj közepette lelt új otthonra jó néhány facsemete. Az alkalom arra is jó volt, hogy megmutassák a gyerekeknek, hogyan kell elültetni és kezelni egy kis fát. A város igyekszik minél több zöld felületet biztosítani az itt élők számára, ezért minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy facsemetéket is tudjunk ültetni, illetve zöldíteni tudjuk a várost. 70 darab facsemetét igényeltünk. A pályázat során kőrist, hárs és juharfákat igényeltünk, mert a város több pontján ültettünk el, így például a Forberger utca folytatásában az elkerülő út mentén ültettünk 20 darab csemetét. Ott nagyrészt önkéntesekkel ültettük el a fákat, illetve egészen pici óvodáskorú gyerekeinkkel. A másik két helyszínen, illetve három helyszínen a Völcségpatak mentén, illetve a Gyár utcai pihenőpark mellett a fasorba, és itt most a mostani helyszínen a Bezeréd, illetve Kolta László utca kereszteződésében a fasorba általános iskolásokat vontunk be az ültetés során, ezzel is szemléltetve azt, hogy milyen fontos a fák szerepe itt a városi környezetben. A gyerekek közül volt olyan, aki már jelentős tapasztalatokkal bírta a fagondozás területén. Otthon már nagyon sok van, mert vettünk egy házat, és ott nagyon sok van. És ezt tudod, hogy itt miért ültettetek fel? Hát, hogy az oxigén legyen, meg még azért, mert jó levegő, meg hogy megtartja a földet, meg ezekért. De ezt a jövőben fel tudjuk használni. Hát, hogyha olyan munkánk lesz. A most elültetett csemeték egy védőfalat képeznek majd a jövőben. Ennek a célja egy védőfasor kialakítása. Ugye az ipari park bővülésével úgymond kötelező előírás is az, hogy védjük az itt élőket, és a fák szerepe ebben az, hogy ugye a port, illetve a zajt felfogják, és mivel most adódott ez a lehetőség, ugye ha most elültetjük a fákat, mire az ipari park bővítése elér erre a szintre, addig ezek a fák már megerősödnek, és el tudják látni funkcióikat.
A gyerekeket azért vontuk be a programba, hogy ők is lássák egyrészt, hogy hogy is kerül a fa, miként nő majd meg, illetve hogy ugye ezzel munka van. Az is, hogy most elültetjük, ezeket ki is kell karózni, mulcsot kell köré szórni, és egyfajta szemléletmód is számukra, hogy nem csak a tankönyvekből tanulhatják meg, de itt a helyszínen részt is vehetnek az ültetésben. A település a jövőben tovább folytatja az ültetési programot, újabb újszülöttek kaphatnak fákat a város területén, és a zöldítési program keretében arra készülnek, hogy még jobb legyen a levegő Bonyhádon. Bonyhád utánpótlás sportjában az úszás eredményes sportnak számít. A diákolimpiákon résztvevők majd minden esztendőben elcsípnek néhány kimagasló eredményt. Ezúttal a városi úszoda adott helyt a több korcsoportban kiírt viadalnak. Az nyilvánvaló a szervezők számára is, hogy az adottságok miatt igazán sikeres felnőtt versenyzőt nem tudnak nevelni. Ezzel együtt a legfontosabb cél a mozgás öröme mellett a gyerekek vízbiztonságának megerősítése. Igazi versenyhangulat kerekedett a bonyhádi úszodában, ahogy kell, biztatással, kiabálással, örömökkel, néhány esetben könnyekkel, ha éppen a nem várt eredménnyel csapott célba valamelyik ifjú úszó. Ezúttal a város iskoláinak diákjai szálltak medencébe több korosztályban, kiki tudásának és erejének megfelelő csoportban. Gulyás Péter testnevelő évek óta szervezi ezt a versenyt. Én 1989-ben kerültem ide, és 90 óta veszünk részt ezeken a versenyeken. Ennek a versenynek az apropóját az adta, hogy ebben az időszakban diákolimpiáknak kellene itt zajlania. Ebben az évben sajnálatos módon a Magyar Diáksport Szövetség úgy döntött, hogy spórolási okokból nem indít felmenő rendszerű diákolimpiai versenysorozatot, és ezt az űrt szerettem volna bepótolni, ezt a motivációs űrt valahogy betapasztani ezzel a versennyel. Ne csak edzésre járjanak a gyerekek, ne csak monoton úszáson vegyenek részt, hanem kell a számukra valami motiváció is, hogy miért úszanak. Ezért gondoltam, hogy ez egy nem diákolimpia, hanem egy diákverseny. Nem baj, hogy nem olimpiának hívják. A gyerekek között, mint minden versengésnek az ókorukban, ennek is megvan a presztízse. Olyanokat is rá tudtunk venni úszásra most, akik régebben úsztak, de elcsábította őket a kosárlabda, vagy a futball, labdarúgás, de most egy-egy 50 méterre, vagy egy váltóra még szívesen visszajönnek. Én szerintem mindenki szívesen áll a dobogó valamelyik fokára, de ha nem is sikerül a dobogóra állni, az, hogy megint eljött, jól érezte magát, sportolt egyet, és tapsoltak, örültek nekik a többiek, ez is már egy nagy élmény számukra. Egy versenyző sincsen leigazolva, tehát itt amatőr sportolók úsznak, akik az úszás mellett még ezer más dolgot csinálnak, táncolnak, grafikára járnak, kosaraznak, fociznak, és hobbi szinten űzik a sportot. A bonyhádi úszósportnak jelentős múltja van, a korosztályos viadalokat tekintve mindenféleképp. A jövőt is látom, itt vannak olyan versenyzők, akik még kicsik, és jobban odafigyelek a munkájára, mert látom, hogy szépen fekszi a vizet, motiválható, szívesen jár, és szeret jönni úszni. Ezen a versenyen a legfiatalabbak a 2015-16-osak, illetve az általános iskola 8. osztályosai 2008-2009-esek. Hát általában itt az általános iskolában vége szakad az úszósportjuknak. Egy-két kivétel van, akik visszajárnak még középiskolából is úszni, de ők is már csak akkor a diákolimpiának úsztak, de mivel most az sincsen, úgyhogy ők is most így lemorzsolódtak. Jelen pillanatban most középiskolás úszom nincsen. Persze van, akiből ilyenkor jön ki az eredmény, amin maga az edző is elcsodálkozik. Esetükben Magyar Péter volt az, aki olyan eredményt produkált, amire minden az úszáshoz értő felkapja a fejét. Elmesélte, a jövő terveiben ott van az úszás. Heti 5 edzésem van, hogy délután van, hogy este, hát tanulás mellett fárasztó is, de megéri csinálni, mert a sok érem meg a versenyek így meghozzák az eredményeket. Idén eddig voltam Harkányba ősszel, meg Kalocsán voltam, ott minden számban első lettem,
a Harkányon ott az nemzetközi verseny volt, annak ott nagyon örültem, hogy ott sikerült mindenből első lenni, és a Kalocsán is. És sikerült olyan időket úszni, amiben az országos ranglistában van, amiben benne lennék a top 3-ba. Gondolkozunk rajta, hogy most leigazolni valahova, mondjuk Pécs vagy Dombovár, de ezt még, majd még el kell dönteni, hogy... De vannak ilyen gondolatok, igen, hogy leigazolni meg. Péter imádja a vizet, azt meséli számára, ez jelenti a feltöltődést. A dolog külön pikantériája, hogy ő nem igazolt versenyző, egyetlen sportegyesületnek sem tagja, egyelőre. A versenyeztetés mellett Gulyás tanár úr számára más célok is megfogalmazódtak az úszás oktatása kapcsán. Minden szülő nyugodtabban engedi el bármilyen balatoni túrára, vagy hajós programra, vagy csónakázni, hogyha tudja, biztonságban tudja a csemetéjét, hogy tud úszni. Egyre több az otthoni medence, az otthoni kert, és elengedhetetlen alapkövetelmény, hogy az alapnál sokkal jobban megtanuljanak úszni, vízbiztosak legyenek, és még így is kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor még lehet, hogy ez sem elég, sajnos. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy minél biztosabban kell úszni, minél állóképesebben és egy veszélyforrást kiküszöbölhetünk. Most egy olyan hölgyet mutatunk be önöknek, aki korát meghazudtoló módon sportol. Nem véletlen, hogy sportágának világbajnoki címét is megszerezte már, és arra készül, hogy a jövő évben a legmagasabb elismerést is elnyerje. Vadász Judit a napokban tért haza egy belgiumi viadalról, ahol ismét kiemelkedő teljesítményt tett le az asztalra. Sokak számára elképzelhetetlen, hogy nagy súlyokat emelgetve töltsenek órákat egy edzőteremben. Főleg így van ez, ha már nem a 20-as éveiket tapossák, pedig íme itt van az ellenpélda Vadász Judit személyében, aki nemhogy letagadja a korát, sokkal inkább büszke arra, hogy ennyi idősen is ilyen fizikai állapotban van. Kérdeztem, hogy hány éves vagy? Persze, 60. Most ötöttem, júliusban voltam 60, igen. Ennek tudatában tessék nézni, hogyan versenyez és edz Judit. Ehhez még hozzáadjuk, hogy világbajnoki címmel is rendelkezik. Szépen lassan többféle formáját tanulta meg ennek a sportnak. 1990 óta tartok edzéseket, és akkor így szép lassan, tehát több mindent elvégeztem. Tehát a fitballtól kezdve, a softball, a TRX-nek a haladót is, a sport részét is, akkor a pilateszt, a kettlebelltől kezdve, a viper, tehát nagyon sok mindent elvégeztem. Már kényelmesnek is mondhatnánk, hogy egy héten csak két edzésen vesz részt, amikor kimondottan a verseny feladatokra koncentrál, de az edzés csomagban sok minden helyet kap, a futástól a nyújtó gyakorlatokig. Legutóbb Belgiumban járt versenyen. Ott maraton volt, végül is az IKMF-nél, ez egy ilyen, az szintén egy szervezet, ahol maraton, meg félmaratonok vannak, meg pentatlon. És én egy órát, tehát a maratonban egy órán keresztül kell folyamatosan incsörköltem, tehát fejfölé nyomásokat végeztem. És ebből sikerült 1084-et csinálnom. Végülis második helyezett lettem, de aminek nagyon örülök, itt is vannak rangok. Van a CMS, van utána az MS, és tehát a Master of Sport, és azt most elértem. És ennek nagyon örülök. És akkor van még az MSVC, és azt is el szeretném érni. Igen, jól hallották, 1084 fejfölé emelés egy óra alatt, még egyszer 60 évesen. Itt azért nagyon kellett küzdeni, mondja, de mi hajt valakit arra, hogy ilyen küzdelmeket folytasson a súllyal és önmagával? Ezt már magamtól is már így megkérdeztem. Nagyon szeretem végül is a kihívásokat. És tehát inkább magam miatt, tehát hogy szeretem, nem tudom egyszerűen ezt elmondani, szeretem csinálni.
Velem egykorúak is nyugodtan belevághatnak, állítja Judit. Persze nem kell mindjárt a legnagyobb súlyt a fej fölé emelni. Soha nem akarnak súlyt fogni, mert attól félnek, hogy vagy azt mondják, hogy nem bírják, vagy a kezdük leszakad, vagy bármi. Nem, folyamatosan, szép lassan. Nekem se úgy volt, hogy rögtön 14-essel vagy 16-ossal dolgoztam, hanem 8-assal vagy 4-essel, és akkor szép lassan hozzáerősödik az embernek az ízülete is, meg az izmai is. Meg hát azért fontos a mobilizáció, tehát azt folyamatosan csináljuk. A nyújtások, hengerezések, tehát ezeket kell. Meg futni is kell, így van egy kis kardió. Nekünk nincs gépünk, kardiógépünk, és akkor ezért inkább futunk, vagy ugrókötelezünk. Végül is agyban is teljesen, tehát toppon van inkább, azt mondom, az ember. És ahogy szokták mondani, az Alzheimerre is nagyon jó hatással van, akár a súlyzós edzés, vagy akár a kardio edzés is, és azt, hogy az ember azért sokáig legyen egészséges. Meg az izületeknek nagyon fontos egyébként, tehát akár a 70 éveseknek is az izületeknek a mobilizálása. Tehát inkább ez, és mindig azt mondom, hogy ha valakinek mozgásszerű betegsége van, akkor a legjobb rá a mozgás. Jövőre újra lesznek világbajnokságok, és Judit fejben már arra készül, hogy ott eléri a legmagasabb fokozatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!